Nos, üdvözöljük a kedves kollégákat, ez itt a GameDay Iroda, azon belül is egy Legyél, te is informatikus videó. Már csináltuk ilyet a múltban, és most megint csinálunk, jaj, de visszhangzik itt a terem. A lényeg az, hogy a Telekommal társulva, be akarjuk bizonyítani nektek, hogy a programozás nem csak elég laza dolog, elég kifizetődő, de igazából nem egy embertől idegen téma. Emiatt eljöttünk Gödöllőre, a Szent István Egyetemre, a gépészmérnöki karra, a gépipari technológiai intézetbe, azon belül is a mechatronika tanszékre, hogy egy igazi robotkar segítségével megmutassuk nektek, hogy a programozásnak igenis vannak látványos végeredményei is. Igen, úgy, hogy hangoztatván, hogy te is tudsz programozni, ha nagyon akarsz, most mi is fogunk programozni, mert nagyon akarunk. És ugye mit fogunk programozni? Hát, azokat a challenge-eket, amiket a legviccesebbnek találtunk az előző felhívásos videónk kommentjei között. János László professzornak nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és itt van velünk egyik hallgatója, Kristó Peti. Hello. Peti lesz a segítségünkre abban, hogy a viccesebbnél viccesebb kihívásokat most megmutassuk nektek. A legszebb dolog a programozásban az, hogyha az elvet elsajátítod, utána az tök mindegy, hogy milyen a nyelv, nem? Hát, bizonyos korlátokon belül igen. Mert hogyha megvan a gondolkodás, utána kikeresed, mint egy nyelvtan feladatnál a szótárból, hogy az micsoda, és az agyad segítségével megalkotod azt, amit csinálni akarsz. Esetünkben ugye olyanokat fogunk programozni, hogy mikor milyen pozíciót vegyen fel a robotkar, hogyan fordítsa a fogófejet, vagy hogy hívják ezt? Megfogó. A megfogót, igen, hányszor ismételjen bizonyos mozdulatokat, melyik pozícióból hova menjen, ha odaért, akkor mit csináljon, szóval ha jól látom, itt koordinátákat fogunk programozni, meg magát a mozgást. A biztonság mindenek előtt, úgyhogy Gergőnek is van itt egy szemüvege, mert hogy azért ez egy igen erős robotkar, ami akár el tud törni egy üveget is, hogyha valaki nem jól kezeli, és mint olyan biztonsági előírásként itt van egy ilyen optikai érzékelő, ami azt jelenti, hogy ha te a robot hatósugarán belül helyezkedsz, akkor visszáll alaphelyzetbe, megáll, nem csinálja azt, amit csinálnia kell. Szóval ezzel csak azt szeretném elmondani, hogy minden ellenőrzött körülmények között zajlik, és ha otthon véletlen lenne egy ilyen profi, ipari, Mitsubishi robotkarotok, akkor se csináljátok utánunk ezt.
in here? We must cleanse the sun well. I have no time for games. My greetings. My thanks to you. Spectacular! Nos, hölgyeim és uraim, ennyit tudtunk mi egy kis segítséggel programozni állti. Jó móka volt, nagyon király ez a robotkar, úgyhogy nagyon köszönjük a Szent István Egyetemnek, hogy engedett minket marháskodni. Ha pedig ti kedvet kaptatok a programozáshoz, akkor menjetek föl a legyélte és informatikus.hu oldalra, ahol a legkülönfélébb kurzusok közül választhattok, és otthon kedvetekre elkezdhettek programozni, tanulni, és lehet, hogy idáig vezet az út, ki tudja. Mi ennyik voltunk. Csókolom! Csá!